Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok, jön egy kis Warframe, és amikor már azt hittétek, hogy meghalt a drága belső, mert szegényke olyan érzékeny azzal a 65 armorral, mint a YouTube videóim dislike-olói, össze-vissza esik, és ráadásul nerfölték, és elvették a DPS-t, és elvettek tőle mindent, nope, motherfucker, itt van még, életben van, és jobb, mint valaha. Azt kell mondjam, na szóval, Banshee, jöjjön, DPS, Banshee-ről beszélünk, mert hogy azon kívül, hogy amikor nerfölték, vagy nem nerfölték, vagy buffolták kinek mi, hogyan jött a Banshee update, bemutattam ugye egy videót, hogy, vagy nem mutattam, mert csak akartam bemutatni egy videót, hogy milyen lenne az új Savage Banshee. Lehet, hogy csak akartam, már én sem emlékszem, az a lényeg, hogy most boldog vagyok, mert igazából a DPS Banshee nem halt meg, egy kicsit taktikusabb kell lenni vele, és egy kicsit, hogy is mondjam, csapatorientáltabban kell gondolkodni, és nem azt fogom mondani, hogy most le fogja nyomni az olyan DPS-eket, mint a szarén például, mert azzal csak nyomogatod az ultit, aztán boldog vagy, meg az 1-es, 2-es, 3-as, minden képességet, ez szarén az boldog, le DPS-i le a pályát, nem, a Banshee-vel egy kicsit most többet kell dolgozni, nem csak úgy megállsz egy helyben és csinálod a dolgokat, egy kicsit magasabb taktikai elemre kell emelni ezt a bizonyos buildet. Jó, most úgy beszélek erről az egészről, mint hogyha a Warframe az nem tudom, ilyen über taktikai játék lenne, ahol nagyon kell taktikázni magadat. De azzal, ahova változtatták mostanában a Warframe-eket, egy kicsit több aktivitást kell elérni a játékban, és némileg az agy sugaraidat, kis dolgaidat meg kell előtesd ahhoz, hogy azt mondd, hogy azt a Banshee-vel DPS vagyok. Szóval, ja, itt állunk most. Nem is nagyon húznám az időt, de bele is vágnék egy aféle modolásba, ami a Banshee-t DPS-re emeli, és a játék stílusba, amit úgy megkövetel, ez a bizonyos kis drága cuci karakter megkövetel. A modolás magában, kihangsúlyozom, úgy modolod, ahogy akarod, nekem azt halal mindegy, de egyre érdemes fókuszálni, legyen némi időd, az a 130-128% körül idő, effektivitás némi, hogy azért ne fogják ki az energiádból, ha nincs egy prime flow-od. 175 range az a féle kötelező dolog, szóval egy range-en dolgozzál, tehát range az legyen, de 175 minimum, többel nem nagyon érdemes, hogy őszinte legyek, és ez a 200% körüli erő, de 180-nál kevesebb ne, de 200% vagy a fölötti, ha ki tudod hozni ezeket a dolgokat, akkor a Banshee-t visszahozhatod a régi fényébe. Valamikor régen, mikor még úgy nagyon kezdtem Warframe-ezni, és csak éppen 10 órám volt az egész játékban, bementem egy defense-re, az akkori kis egyetlen karakteremben a Loki-mal, és bejött valami gyerek, valami nagyon fura karakterrel, ami fogta a földet, és mobokat nem láttam, kb. 15 wave-ig, 15 végnél azért kezdtem el látni magukat, mert kijöttünk a játékról, szóval 15 végig nem láttam mobokat, mert meg se jelentek, csak az XP-ket láttam felröppenni, és én akkor szerettem meg igazán a Banshee-t, nem csak a DPS-e miatt, hanem a tömegszabályozása miatt is, amire képes volt, és ez egy kicsit visszahozza azon időket, azon kívül, hogy tényleg fel is tudod tartani vele viszonylag a pályát, még le is DPS-eled, amire oda kerülnek közel hozzád, és itt most a videóban, mint láthatok, randomokkal voltam, gyorsan bementem Hydronra, egyrészt szemléltetés, másrészt próbaképpen a buildet, és nagyon-nagyon jól működött, randomokkal voltam, nagyon-nagyon agillisek szerettek volna lenni, és mindenkit leölni, egy csomó killt el is loptak, nem arról van szó, hogy top damage-es lesz itt a Banshee és Uber izé, de hogyha egy csapatod van, és azt mondod, hogy hé, srácok, elvisztek titeket XP-zni, hozzá egy Rhino-t, meg hozzál valami másik buff karaktert, Mirage, most mondtam valamit, hozzatok buff karakter, de szerintem egy Rhino elég, vagy egy Chroma, ja, egy Chromát hozzatok, és dír neki ultival, aztán csak ultizgatsz, és beleol a pálya. Nem, kicsit okosan is kell vele játszani, tehát nem az, hogy össze-vissza ultizgatsz, amíg távol vannak tőletek tőletek az ellenfél, mert ugye az augment módot használjátok hozzá, és az úgy van ugye a leírás alapján, hogy az epicenter felé egyre nagyobban sebez, de hogy távolodik egyre kisebb, szóval vártok egy kicsit, bejönnek az elemek, bim, puf, kihal a pálya. Emellett azért még hozzá
teszem azt is, hogy a fegyverek, amiket használtok, az energia éhsége lehet, hogyha nincs prime flow, vagy ilyesmi, energia éhsége azért lehet a karakternek, és azt tudom javasolni, hogy érdemes például elvinni egy szinnoid gamma kort, raktacernost, vagy éppen egy, nem, nekem van egy szkana, egy prizma szkanám, de sima szkanám is a Bright Purity módjával elviszitek. A lényeg az, hogy energiát fog nektek visszatölteni, és voilà, ha arról van szó, hogy energia éhezés. Szóval egy buffrinóval például iszonyat jól tud működni egy csapatban ez a bensi. Nem azt mondom, hogy elviszitek tényleg ilyen 60-70-80 szintekre, de hogyha farmolásról van szó, XP farmolásról, vagy ilyen közepes, alacsonyabb közepes szintekig mindenképp dominálni tud ez a karakter, és nagyon unalmas és kényelmessé tudja tenni azt a bizonyos defense-t. Nos, srácok, ez lett volna a féle quick tip a bensire nézve, a drága. Hiányzik, komolyan mondom, hiányzik nekem a régi kis ilyen tömegfenntartós, és egy ideje próbálok kidolgozni valami olyasmit, ami tömegfenntartásra, visszatartásra, DPS-re van kitalálva. A szépsége a buildnek, hogy nem kell überformázni, igazából ki a nulla formából is. Ugye a steel charge-ot én meghagytam Auralnak, mi a rákosnak formázzam le még az Auramodat is, hogy valami másra kérne. Jó, azon extra pontokat ad, semmi nagyon extra, tehát olcsó a build, és hogyha emellé még, hogyha valamikor gondolkodtok abban, hogy Savage Banshee-t is csináltok, mert hogy rácok jött az 5 perc, és Savage Banshee-vel akartok survivorozni, akkor elég egyforma, mert egyformával kijön a über brutál Savage Banshee build, de talán azt majd egy másik videóban, hogyha kéritek, akkor csinálok egy olyat is. Szóval ez lett volna a DPS Banshee, aki azt hitte, hogy meghalt, nem halt meg, hölgyeim és uraim, visszatért. Amúgy se, régen se volt az az Uber DPS, ahol azt mondom, hogy 50-es szint fölött már azért erőlködött, hogy őszinte legyek, még az Augment moddal is erőlködött, de ugye a kitartása, hogy folyamatosan rend volt a kezes, ősön DPS biztosított, így egészen erős tudott lenni, főleg a Rhino buffal, és most is vissza lehet hozni ezen régi szép időket. Srácok, ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, kérdésétek vannak itt a videó alatt, vagy Facebookon megtaláljátok, Discord szerverünkhöz link a videó leírásában, használjátok egészséggel, mindenki számára nyitott, nem kell nekroármisnak lenned. A következő videóig köszönöm a figyelmet, sziasztok!